Sziasztok, Peti vagyok és a Zava Group média csatornát nézitek. Ebben a sorozatban a DaVinci Resolve videóvágó programot mutatom be nektek, és mutatok néhány érdekes trükköt. Ebben a nagyon rövid részben megmutatom, hogy hogy tudtok egy külső audio fölvevő készülék hangját párosítani, szinkronizálni a videó fölvevő készülék fájlához. Ehhez mindenféleképpen a média tabon kell néznünk az a DaVinci Resolve-ot, behúzod a két kérdéses fájlt. Itt látható például egy komolyabb munka, amiben egy nap alatt rengeteg videó lett leforgatva zöld háttér előtt. Hogyha megnézitek, akkor itt vannak ezek a zoom fájlok, amik kizárólag hangfájlok, ugye ezek, amik a mikroport fölvett hangot, akkor láthatók GH elnevezésű fájlok, ezek azok a fájlok, amiket a GoPro vett föl, valamint láthatók fájlokat, amelyeknek dátum a neve, ezeket pedig a mobiltelefon felvett képek. A legegyszerűbb mód a hang és kép szinkronizációhoz, ha kiválasztasz mindent, jobb gombot nyomsz bármelyik fájlon, és Auto Sync Audio. Mivel a timecode-ot nem használunk, ezért waveform alapján, tehát a hang hullám alapján fogja összerendezni azokat a fájlokat, azokat az audio fájlokkal, ahol egyezést talál, és azt szeretnénk, hogy megmaradjon a videó fájlnak is az audio sávja, hangsávja, és legyen mellette egy második hangsáv, ami pedig a zoom, jelen esetben a H1N-nek a hangsávja, az pedig a Base on Waveform and Append Track, tehát ad hozzá a sávot, megnyomjuk, és ezen, mivel elég sok fájlt választottunk ki egyszerre, a példa kedvéért egy jó darabig a számítógép el fog kezdeni gondolkodni. Visszatérünk, hogyha a számláló elérte a 100%-ot. Természetesen ez a folyamat nálatok nem fog ilyen sokáig tartani. Ezek a fájlok, amiket én jelenleg szinkronizálok, az archívumból vannak előszedve, tehát nem csak hogy nem itt lokálisan ezen a PC-n vannak tárolva, hanem a hálózati meghajtón, és annak is a leghátsó eldugottabb zugán, ami nem közvetlenül elérhető a hálózat számára. Amennyiben lezajlott a szinkronizáció, kaptak egy hiba üzenetet, hogyha volna olyan fájl, amihez nem létezik audio fájl. Én például tudom, hogy amikor ezt a mobiltelefonnal fölvett videófájlt felvettem, akkor nem ment a hangrögzítő, ezért kaptunk hiba üzenetet. Úgy kimondottan ilyenkor még nem látjátok az eredményt, viszont hogyha visszamegyünk a vágáshoz, és behúzunk például egy videófájlt, akkor látszik, hogy két hangsáv tartozik hozzá. Ha ezt visszajátszuk, akkor hallhatjuk, hogy egy kicsit vízhangos, viszont hogyha kikapcsoljuk a videó eredeti hangját, akkor ugye a mikroportból származó sokkal jobb minőségű hangot halljuk, mintsem a GoPro által fölvett hang. Hallható, hogy egy kicsit vízhangzik maga a GoPro hangja, és ugye sokkal messzebbről van fölvéve. Amennyiben egy olyan felvételetek van, hogy több mikrofonnal veszitek föl, akkor, mint láthatjátok ebben a példában, ugye
ezt a videót, egyrészt fölvette a GoPro a képet hanggal, illetve itt lent a képen láthattok egy Zoom H2N-t, ami a gitárnak a hangját veszi föl, és a nyakamban pedig ott van a mikroport. A DaVinci Resolve a 17-es verziószám óta képes több hangsávot is hozzáadni egy videóhoz, ameddig a 17-nél régebbi verziószámot használtok, akkor csak egy hangsávot lehetett hozzáadatni a videósávhoz. Úgyhogy ennyi volt ez a rész mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, és folytatjuk a következő DaVinci Resolve-os témával a következő videóban. Sziasztok!